Én is mindenkit szeretettel köszöntök a mai konferenciánkon. Először is szeretnék bemutatkozni, Marton Hilda Zsanett vagyok, a Gottszigen György Országos Kardiológus Intézet kutatási és tudományos referense, ami a gyakorlatban tudományszervezőt jelent. 3,5 évvel ezelőtt kezdtük el a Andrika professzor úrral azt a közös munkát, aminek ugye a célja az intézetben lévő tudomány felvirágoztatása. Egy-két mondatban szeretném ezt bemutatni, hogy hol tartunk ezzel a munkával. Intézetünk feladata, ugye a gyermekkortól egészen az időskorig a szív- és érrendszeri betegségek teljes spektrumának komplex kardiovaszkuláris kivizsgálását folytatjuk, valamint non-invazív és invazív terápiáját. Ezekhez a klinikai szakmai területekhez igazodva alakítottuk ki a tudományos munkacsoportjainkat. Ezek a következők: intervenciós kardiológia, elektrofiziológia, felnőtt és gyermekszívsebészet, gyermekszívtranszplantáció, kardiológiai képalkotás, pulmonális hipertónia, gyermekkardiológia, GUCS, beleszületett szívbetegségek és prevenció témakörökben. És egy kis statisztika, hogy a 3,5 év alatt hova jutottunk, tehát a tudományos életünk jelene számokban. Tehát 11 tudományos munkacsoport alakult meg, az intézetből 26 aktív témavezető vesz részt ebben a munkában, a Semmelweis Egyetem általános orvosi karáról pedig 45 TDK hallgató csatlakozott hozzánk, hogy ezekben a munkacsoportokban segítsen. Idén szeptembertől elindítottunk egy PhD kurzust a Semmelweis Egyetem doktori iskolájában, ahol 4 PhD témavezetőnk ad elő, a kurzus címe pedig klinikai kardiológia. Jelenleg az intézetünkben 22 aktív PhD hallgató van, aki a Semmelweis Egyetem doktori, klinikai doktori iskolájában állami ösztöndíjas PhD helyet nyert, és többnyire pedig a saját kollégáink is egyben, tehát szakorvosjelöltjeink, rezidenseink és szakorvosaink. És a következő 2 évben pedig tervezetten 4-5 PhD fokozatszerzés lesz az intézetben. Ugye a tudományszervezésnek a legfontosabb lépcsője az, hogy minden munkacsoportot szeretnénk megfelelő minőségben felépíteni. A következő ábrán lehet látni, ugye, hogy szeretnénk minden lépcsőfokot, minden tudományos hierarchia lépcsőfokot kialakítani. Tehát minden munkacsoportban törekszünk, hogy legyenek TDK, PhD hallgatók és PhD egyéni fokozatszerzők, akik ugye segítik a témavezetők és a munkacsoportvezetőknek a munkáját, és természetesen fordítva a munkacsoportvezetők, témavezetők pedig irányítják ezt a tudományos munkát, és ez természetesen mindig a főigazgató és az osztályvezetők irányításával történik. Ha minden egyes munkacsoportban kialakul ez a hierarchia, akkor biztosak lehetünk a tudományos munkacsoport sikerében. Ugye a Gottszigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet vízióját, hogyha megnézzük céljainkat, akkor ugye minden intézet és minden klinika legnagyobb célja, hogy minőségi betegellátást, minőségi oktatást és minőségi tudományos életet tudjon magáénak. Ugye ez a Szent Háromság, ez a háromszög, hogyha jól működik, akkor igazán sikeres az intézet. Ez a minőségi jelzőkhöz hozzátenném azt is, hogy egy lelkiismeretes betegellátást szeretnénk itt az intézetben, egy izgalmas oktatással párosulva a fiatalok, rezidensek, szakorvos jelöltek felé, és egy ígéretes kutatás és tudományos életet szeretnénk magunkénak mondani. Rövid összefoglalómat egy Széchenyi István idézettel szeretném én is zárni, hogy a tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Ezen a ponton szeretném még egyszer megköszönni, hogy itt vannak velünk a konferencián, és a következőkben a TDK és PhD témavezetőinknek az előadását fogják meghallgatni, hogy a kutatással, tudománnyal éppen jelenleg hol állnak, és milyen adatokból tudnak majd publikálni. Valamint technikai információként szeretném elmondani, hogy az egész konferencia ideje alatt várjuk a hozzászólásaikat és kérdéseiket a chat felületen, valamint a konferencia végén lesz lehetőség majd a Zoom-on keresztül kérdezni is. Köszönöm szépen a figyelmet!